40 éve a dobok mögött, ezzel a címmel írt könyved Sár József, amit nemrég mutatott be közönségének a Pécsi Pepitában. Itt nem csak beszélgetett, hanem beült a dobok mögé is. Máig aktívan muzsikálok, nem is egy zenekarban, hanem háromban, most, akik most fel is fognak lépni. Hát a főzenekarom a Stony Blues Band. És hát én úgy gondolom, hogy ameddig a dobhoz oda tudok ülni, addig én ezt szeretném folytatni. Nekem ez nagyon nagy szerelem a zene. Annyi élményem jött össze, hogy, és hát ugye volt a pandémia, és hát igen, hosszú ideig nem is léptünk fel, és elkezdtem gondolkodni, jó lenne ezt a sok eseményt, életeseményt, történetet valamiféle módon megírni, és hát budítottak is rá, hogy üljek hozzá és írjam meg, és akkor végül is megírtam. Ez a 1968-ban kezdődik, ahol is Szemelvész utcában nőttem fel nagymamáknál, ahol először értek olyan zenei hatások, hogy ott onnan alakult ki az én életem. Tehát az Illés együttes hallgatta egy hölgy az emeleten, és rendszeresen hallgatta, miközben napozott, és mi az udvaron játszottuk, és így jött a zene, jött minden nap, és egyszer csak mondtam még, hogy hagyoljak fel meghallgatni egy számot, és volt egy szám, ami 10-szer mondtam, hogy még egyszer, és akkor már onnan már minden nap jártam föl hozzá, és hallgattam a kis magnójának a zenéket, és nem messze onnan a Virág Csokor Presszóval élő zenekar volt, akiket állandóan estem, kerítésen árt, hogy gitároznak, dobolnak, és akkor 60-as évek végén így alakultak a dolgaim. Aztán jött a 70-es évek, amikor már tudat alatt eldöntöttem, hogy nekem zenélnem kell, és aztán onnan meg hát így zeneiskola, különböző műfajok. Én megfordultam a heavy metalban, a punkban, a rockban, a vendéglátóztam reggae zenekarban, world music zene, tehát nagyon sokféle műfajban játszottam, és ettől úgy érzem, hogy a játékom is színesebb lett, meg hát agyilag is másképpen állok hozzá a zenéhez. Tehát minél több műfajból az ember hoz ezt, azt, és akkor benne összeáll, akkor egész más lesz a játéka. Első gondolat azonban még nem a dob volt, amikor zenélni kezdett. Abszolút véletlen gitáros szerettem volna lenni. A léggitározás alatt partisoké folyt a harc, és nekem egyszer nem jutott, és akkor egyik mondta a régi osztatás, hogy menjek ki a konyhába főzőkonál, és doboljak. Aztán végül is így élettem dobos. Nem akartam én ezt egyáltalán, gitáros akart. Akkoriban mindenki az akart lenni gitáros, és aztán végül is dobossá váltam. Voltak-e példaképek, voltak-e olyan mesterek, akikre felnézel? Hogyne, hát Led Zeppelin, Bonham, aki én nekem máig ahol az erő és a technika összejön nekem, ő máig is a Lieblingem. És éppen nemrég halt meg a másik, a Foo Fightersnek dobos, aki hasonlóan az erő meg a technika mestere volt, és ő azt hiszem ebben az évben halt meg, 50 évesen, sajnos. Igen. A könyvemnek a végén van egy olyan fejezet, hogy hátul ülsz, de te vagy a főnök. Ez egy rövid fejezet. Azért írtam meg, hogy ugye az átlag ember a dobosra azt látja, hogy valaki hátul üt, vágasz neki. Nem. Ezt innen és innen kell csinálni. Tehát rettenetesen sok szív és lélek kell hozzá. Azon túl pedig ő a motor, tehát és mind az óra. Tehát pontosság, dinamika, alázat. Ez nagyon-nagyon összetett dolog. És ha hátul ez a motor billeg, akkor az egészet megette a rossz sem. Tehát dob nélkül a mai muzsikák nem sokat érnek. És egy jó háttérrel elől bármit lehet csinálni, hogyha hátul az rendesen ott van, akkor az már jó.
Én nekem vannak ugyan tanítványaim, 15 éve van egy kis iskolám, dobiskolám, tehát elsősorban kezdőkkel és haladókkal foglalkozom, tehát de nekem is rengeteg olyan hogy is mondjam, hiányosságom van, amit nem szégyellek, egyáltalán nem szégyellem, mert ezt a hangszert, mint minden más hangszert életed végéig lehetne tanulni. A másik pedig az, hogy vannak olyan zenészek, akik semmi másra nem foglalkoznak ezzel. Most én nem ilyen vagyok, nekem van egy másik tevékenységem, és ezt én így megosztom. Tehát egész életemben avval és ezzel is foglalkoztam párhuzamosan. A könyvemutatón koncertélményeiről is beszélt, fellépésekről, ahol több tízezer ember előtt kellett játszania. Brazíliában a Kárikicsa Mantisztele Borcsesszával egy külképviseleti jamborid, ahol Magyarországot képviseltük, ott 30 ezer embert játszottunk. Aztán a Stony Blues Band-del Tabán 40 ezer ember, hát aztán Bulgária új menüet 30 ezer ember, tehát voltak ilyenek, de mi általában három embernek is igyekszünk ugyanolyan szívvel, lélekkel muzsikálni, mert az az igazi jó muzsikus, aki nem azt nézi, hányan vannak, hanem hogy jöjjön belőle a zenek, tehát folyamatosan, innen is innen. Én nem is tudok úgy muzsikálni, hogy leülök és kicsit játszom. Tehát nekem az nem megy. Vagy beleadok, vagy nem. Tehát nálam ilyen is nincsen. Vagy csinálom rendesen, vagy sehogy se csinálom. Tehát, valószínű ezért is kedvelnek, hát mondom, mert én mindig odarakom a lelkem a hangszerre. Érted? Tehát nálam olyan nincs, hogy csak úgy eljátszogatom, hanem az... Ezt mondja, folytatja a zenélést addig, amíg tudja. 63 éves, játszik több zenekarban, mellette pedig tanítja a fiatalokat.